Photo. Photo. All right. Várom el. Custi pályája, még nem is mondtam a készítőnek a nevét. A zene, Lord of the Kumpas. Elkizobb zene név ebből egy pályának. Medium Demon, tízsillag. Ma három okonyos. Ez eléggé népszerű, ahogy látom. Ahhoz képest, hogy új. Meg hogy Dora mi volt az egyik első Viktora. És Dora mi nem elég. Talán maximum egy vagy másfél hete játszott ezzel a pályával, úgyhogy... Ja. Az ott igen. A kéthetes pálya, azt már ennyien lájkolták, meg letöltötték. Amúgy zseniális, csak egy picit brutal. Brutalító, de amúgy egyik legjobb médium démon, amin valaha játszottam. Tarám, pam, 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 pam. Első jump. Az. Jó. Oké, szóval ez egy balfasz rész lesz, mert az első halálom olyan balfasz volt, mint a rohadás. Konkrétan meghaltam a... Ábáhogy nem, elbambultam, az a lényeg. Elbambultam, elbambáztam el. Elhülyéskedtem a dolgot, aztán érted. Visszautott a karma, hogy az előző részben is, ami nagyon fasza, meg konkrétan ugyanebb volt, csak 18%. Nyal! Jézusom, de hülye vagyok. Amúgy már megint. Ha jó, hogy nem már megint benyeltem ám a dolgot. Torkig. Torkig vagyok ebben. Jó, azt mutatja a nyilacska, hogy itt túl vagy. Hú, majdnem becsapott a nyilacska, de végül csak. Csak mondom, most már oké, okay, nyilacska, akkor most már teljesítem, amit kérsz. Hűha! Alright, Monika. 18%-os halálom, mert meghaltam a legkönnyebb jumpnál az egész robot részbe, hallod. De fasza voltam. Na jó, már is megvan az izé, az animáció. Gyerekek, már is megvan a telibevert animáció. Konkrétan két áttemberből. Kicenzúrázom. Bárám, bám, 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 bám. Lesz még itt valami? Nem, csak a chapter 2 Karakombs felirat. Alright. Megyünk a katakombákba, gyerekek. Jó lesz. Megyünk a párizsi katakombákba. Wihi! Amúgy tök menő ez a pályarek, komolyan. Mondjuk egy csomó koponya heverett itt. Amúgy ettől eltekintve meg egy óriási fogsor. Na, az most vajon protkó, vagy eredeti? Szerintem protkó. Hú! Megpróbálok lehetőleg egyenesebben repülni. Ellentmondás nem tűrően. Ó, Mónika, hát... Igen, csak fejbe. Jó, mindegy. Oké, nyugi. Jó, itt a izé hatalmas... A hatalmas, nem tudom, milyen golyó ez. Írjátok le kommentbe, hogyha tudjátok. Valami, nem tudom, valamilyen golyó. Oké, okay, most már hozzá se érek. Chapter 3, katedrál. Oké. Okay. New rekorizon, gyerekik. New rekorizon. No, baszki. Oké. Okay. Ah, stop! 58. Lassú a progressz, de megy. De megy. Ez a lényeg. Jó, nem érdekel, én fogok menni a coinért. Leszarom. Esküszöm. Komolyan mondom, hogy a coin az a könnyebb út. Már praktisz, az első, legelső praktisz ránomban is elmondtam, hogy az első coin, vagy nem tudom, akárhanyadi coin, az a könnyebb út. Annál az egy áldott cent százaléknál ott. Az a könnyebb út. Én leszarom, hogy mi a másik út, én megyek a coinért, és még jól is járok, mert ugye coint is szedtem meg. Könnyebb úton is mentem. Nem is szokatom magam semmi mással, csak azzal, hogy kivigyem a pályát. De... Jesus! Atya ég. És
és milyen jól mondtam, és tényleg, és igazam lett, és igazam lett. És tényleg az a könnyebb út. Jó, most már akkor nem fogunk arra menni, gyerekek, oké? Okay? Ezt tartsuk fejbe, mert... Hát ez mi mód? Hát vagy nem mi mód, hanem ez most mitől függ? Tehát, hogy most miért? Miért? Alright. Jó, hát nem mondom azt, hogy boldog vagyok. De nem vagyok szomorú, nem. Egyáltalán nem. Medium Demon Progress, figyelj, öcsi. Azzal, abban a pillanatban. Egyik legkönnyebb Medium Demon. Szerintem, ha tehetitek, akkor vigyétek ki, hogyha van elég skilletek rá. Meg hogyha van időtök, persze. Akkor egy kis időt rászenteltek, egy olyan... Mert mondjuk az áttelepeteket nem időben mérik, tehát lehet egy pálya 7 perc hosszúságú, és akkor is csak 100 áttelepet játszol, de olyan, mintha akár több ezer áttelepet játszaná rajta. Léci, ne ugyanitt, hú, mondjuk majdnem. Na se baj, megint majdnem meghaltam, azt a rohadt, milyen izék ezek a jumpok itt, milyen nagyon centim múlnak. Azt a rohadás, ne, oké, okay. Jó. Hát ez mondjuk pont a legkönnyebb jumpit, amiben legelőször meghaltam szerencsére. Szóval, oké, ez itt easy. Jó, megyünk a chapter 2-be, megyünk a katedrál, vagy nem akarom elszólni magam, de ez mi? Ja, még jön az animáció, aztán jön utána a, nem a katedrál, hanem a katakombák, jönnek a katakombák, ugye? Először van a Misty Forest, szerintem a katakombák, a katedrál is, aztán a... Királyi udvar, majd pedig a menekülés. Lárikák. Egy... Ez nagyon intenzív élmény. Ne. Ó. Henger, úthenger. Vagy mondjuk. Pont nem az, de... Most már igazából tök mindegy, hogy mi. Jézus Krisztus. Nem. Chapter 3, katedrál. Jó, mondtam, hogy tartsuk fejbe, de megyünk a coinért, gyerekek. Ja! Ha még... 1%-e! Mondom, hogy nagyon lassú. Azért még megcsodálhatjuk, hogy milyen sok orrunk és kulcsunk van, vagy mi a gecink. Szóval tényleg nagyon-nagyon lassú a progressz részenként. 1%-ot halunk, de halunk! És ez a lényeg. És nem úgy, mint a Poseidonnál, hogy 5 részen keresztül 33% volt a rekord, és azután, de csak hirtelen valahogy 70 valamennyi. Az a lényeg, hogy elérünk az 50-esekig, aztán halogattunk, be kell gyakorolni a bolt. És igazából akkor megvan lényegében más szinte a pálya. Ja. Konkrétan megvan utána már a pálya. Lényeg az... 1... Ó! Azt ugye láttátok? Tudjátok, hogy mi volt az? Az volt... Talán a legnagyobb megúszás az egész életembe. A Geometry Dash-os karrierembe. Az volt talán az eddig legnettesebb dolog, akárhol, akármilyen szituációba, amit végül csak túléltem. Tehát, hogy... Oké, nem! Itt a number van! Itt a újabb number van! Konkrétan 1 percen belül volt 2.
olyan, ami... Oké, szóval pihenő time, meditáció time. Meditáció time, letudva, pihenő time, letudva. Go into the fuck. Mi az? Catacombs. Bizonyám, ez a Catacombs, ez a chapter 2. Alright. 10,5 percnél megint eljutunk irája. Itt már... innen este már tudok mozogni. Jó. Megint olyan necces. Mindig milliméteren múlik, nem tudom, hogy... Nem kérek alakból többet. Nem kérek alakból többet, oké? Alright, a műfogsort, a brotkót, azt kiintéztük. Oké, ez látosan, de megvan. Azt kikerüljük itt a kígyót, vagy a sárkányt, vagy hogy hívják azt a talajtet. Oké, itt a kavicsok és a ládikák, az ott kalandozók, ott van egy csontika, de kikerüljük. Az akkocénba hullomak, az ott kavarkunk, de végül csak elénk jön az útenger. Józsi az útengerrel. Hát... Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szép látványban még életemben nem volt részem. Ez a tárgy a műfogsoros koponyákkal. Tarkékat katakombákba járni. Hoppá, és itt van a katedrál. Katedrál, mi az a katedrál? A katedrál is, hoppácska. Hoppá. Na, de miért ennyire szaggató ez a fene? Ez a fene miért ennyire szaggat? Meghaltam a semmibe. Abba, hogy túl jó voltam, abba, hogy túl...